Budapest-Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér február 13-a nem sokkal 0 óra után landolt ez a katonai szállító repülőgép, amelyik a törökországi földrengés során segítséget nyújtó magyarokat, köztük a katonaorvosokat hozta haza. A magyar ember olyan, hogy segít egymásnak, és segít országon belül és országon kívül is. Láthattuk ezt a Covid idején is, láthattuk az Ukrajnában sújtó háború során az ideérkező menekültekkel kapcsolatban, és most láthattuk Törökországban is, hogy ezek a kiváló magyar férfiak és hölgyek kimentek, és a tudásuk legjavát adták azért, hogy segíthessenek, és segíthettek is. Ismerjük a tényeket, és a következő napokban még sokat fogunk ezekről hallani, és hallanunk is kell, mert ezek nagyon fontos dolgok voltak. És végezetül nagyon büszke vagyok arra, hogy azok, akik ma itt kim voltak, azok a magyarok, akik vigyáznak ránk, és bármikor, hogyha szüksége van az országnak, akkor ott vannak, és tudásuk legjavát és bátorságukat adják. Különös tekintettel természetesen vezérkari főnök úrral együtt a Magyar Honvédség állományára, akik részben a repülőgépekkel a szállításban, és természetesen a magyar orvosokon keresztül jelen voltak ebben a rettenetes emberi és természeti katasztrófában. Hiszem, hogy büszkék lehetünk rájuk, és nagyon nagy hálával tartozunk mi is nekik, hiszen a legfontosabbat tették, életet mentenek, a legfontosabb érték az az élet, és ők egy távoli országban embert próbáló körülmények között mentettek életet. Méltán lehetünk büszkék a magyar katonákra, valóban miniszter úr elrendelte tavalyi év közepén, hogy gyorsítsuk fel a haderőfejlesztést. Ennek része az, hogy több ember, több katona van szolgálatba, készeléti szolgálatba, a rövidebb reakcióidővel. A szlovéniai erdőtéz után, de ide sorolnám egyébként az afganisztáni kémenekítő műveletet is, most újra bizonyított a Magyar Honvédség két alakulata, a Kecskeméti repülődandár és az egészségügyi központ, hiszen a parancs megkapásától kapva órákon belül már a levegőben voltak azért, hogy teljesítsék a parancsot. A felkérés elég hirtelen jött múlt hétfőn. Délben épp kijöttem a műtőből, kaptam egy telefont, hogy menni kell 5 traumatológusnak azonnal a kárhelyre. Nem tudtunk, nem volt semmi információnk az, hogy kivel megyünk, milyen körülmények között, semmi nem volt. Itt a repülőtéren csatlakoztunk a hunormentő csapathoz, akikkel egy rendkívül jó együttműködést tudtunk ki alakítani. Testvéri kapcsolat alakult ki, és csak néztük, csodálkozva néztük, hogy mire képesek ezek a fiúk. Sajnos azt a feladatot, amire mi bennünket dedikáltak oda, hogy kórházakban sebészi tevékenységet folytassunk, azt nem tudtuk teljesíteni, mert kórházak is összedőltek, megsemmisültek a katasztrófában. Úgyhogy nem is nagyon tudtuk fölvenni a kapcsolatot az ottani egészségügyi szervekkel. Mi magunknak találtuk ki a munkát a hunoros fiúkkal együtt, akiket őt kimentettek, mi azokat elláttuk a TEC-nek a egészségügyi egységével karöltve.